játékosan, élményszerűen szeretnék továbbadni nemzetiségi kultúrájukat a magyarországi németek, országos tanösvényhálózatot alakítanának ki, hogy bárki megismerhesse szokásaikat és kultúrájukat. Eddig csak Sombereken volt ilyen tanösvény, most Pilisszentivánon adták át a következőt. Német nemzetiség. Hát a ruhájukról, meg a... Kirakós játék segítségével ismerkednek gyerekek, a sváb családok népviseletével. Minden egyes mesterség alá tartozik egy bizonyos kész termék. A memória játékban pedig kézműveseket kellett összepárosítani az általuk előállított termékekkel. Így a gyerekek játékosan ismerhették meg felmenőik életét. Ich bin Tamás Ednai. Bernát és Tamás német nemzetiségi családból származik. A két fiú fontosnak tartja, hogy megtanuljanak németül. Mert német nemzetiségűek vagyunk. És a legtöbb rokonunk az Németországban lakik, és hogyha kimegyünk, akkor tudjuk velük beszélgetni. A változás az életrendje. Pilisszentivánon 7 interaktív tanösvényt alakítottak ki. A táblák képzeletbeli családtagokat ábrázolnak, akik egy-egy erényt testesítenek meg. Ennél a tanösvénynél például a nagymama Terézia türelemre tanítja családtagjait. Mária azt mondja, régebben sokszor bántották német származása miatt, de ez most már másképp van. Nem kell szégyenkeznem, amiért sváb vagyok. Szorgalmasak vagyunk, és a megpróbáltatások ellenére sikerült fennmaradnunk, és azt hiszem, a gyerekeinknek, az unokáinknak sem kell szégyenkeznie a származása miatt. A magyarországi németek országos önkormányzata 2 éve indított programot az interaktív tanösvények kialakítására. Ezek célja, hogy megismertessék a helyi németség múltját. Volt aber auch den Zusammenhalt damit stärken. A magyarországi németek közötti összetartást is erősíthetik a tanösvények, fogalmazott a szervezet elnöke. Helynek Otto hozzátette, fontos, hogy a német nemzetiség kulturális örökségét továbbadják a fiataloknak. Biztosak vagyunk benne, és az a stratégiánk, hogy ez csak akkor sikerülhet, hogyha modern, 21. századi eszközökkel, modern technikai eszközökkel, az internet segítségével is továbbadjuk kulturális örökségünket, mondta. A tervek szerint néhány év múlva országos német nemzetiségi tanösvényhálózatot építenének ki. A helyiek abban bíznak, hogy a figyelemfelkeltő táblák akár a települések turisztikai vonzerejévé is válhatnak.